azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen mennyiségű anyag van a világban, ami a mi gépünk által feldolgozásra kerülhet, és egy nagyon jó minőségű anyagot lehet, hasznos anyagot lehet belőle csinálni. Ezek a képek nagyon jól mutatják azt, hogy milyen szeméttelepek vannak, és a szeméttelepeknek milyen az összetevője. Hihetetlen mennyiségű a műanyag származék, mindenféle dologgal szennyezve, koszosan, mindenféle színben és fajtában, PET, polietilén, polipropilén, polisztirol és mindenféle műanyag vegyesen. Ezek a képek ezt mutatják. Ide jöttünk emellé a kupac szemét mellé, hogy megmutassuk, hogy tulajdonképpen ebből a hihetetlen mennyiségű Magyarországon és Európában megtalálható szemétből lehet hasznos dolgokat is csinálni, és azt fogjuk bemutatni most, hogy mi készül ebből az anyagból. Ebből az anyagból egy olyan 2,5 centi vastag, 1 négyzetméteres lap készül, saválló, lugálló és vízálló tulajdonságai vannak. Tökéletesen alkalmazható lenne árvízvédelmi töltések, ideiglenes házak és különböző vízépítési dolgoknak a megépítésére. Nagyon jól szögelhető, egy jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező dolog, ami furható, faragható, csapolható, csavarozható, és mindent tud, amit mondjuk egy deszka tud, avval a pozitívummal, hogy a mechanikai szilárdsága sokkal nagyobb, és vízálló, soha nem rohad el, a földben pedig 400 év a lebomlási ideje. Ez a gép, ez most alakult ki már egy olyan állapotba, ahol egy ipari méretű, iparilag is használható, ám de nem teljesen a végleges formáját mutató gépről van szó. Fiatal ember most pakolja föl a futószalagra azt az anyagot, ami normálisan csak a szeméttelepeknek a lerakójába kerülhet, vagy a szemétégetőbe. Ez az anyag Európában meglévő legnagyobb mennyiségű olyan nyersanyag, ami nincs földolgozva. A gép az arra készült, hogy ne a géphez kelljen a szemetet hordani, hanem a gép kövesse a szeméttelepet, vagy a rekultiválandó anyagot, és ennek megfelelően fafűtéssel csináltuk meg. Most látjuk azt a folyamatot, amikor a megömlesztett anyag elhagyja a gépet. Tehát ez a luk az, ahol ez a megömlesztett anyag kijön, majd rákerül erre a vaslemezre, és a vaslemezen visszük át a présbe, ahol egy lemez préselünk belőle. Itt lehet látni, amikor a 600 tonnás prés ezt az anyagot elkezdi lapítani, majd kitölti a szerszámot, és a szerszámba lévő felesleges anyag a szerszám szélinél elkezd kifelé jönni, teljes egészében kitöltve az üreget, ami a lapnak a mérete. A kollégám most vette föl azt az utólag elkészült lapot, amit ide tesz a többiek közé. Itt lehet látni egyértelműen, hogy mindegyik mérettartó, teljesen jó állapotban lévő, nagyon jó szögelhető, fűrészelhető, faragható, igen jó anyagról beszélünk. Ennek a háznak az a lényege, hogy ez a ház a aljától a tetejéig csak és kizárólag szemétből van. Ez az anyag, ez teljesen egyértelműen a kukának a tartalma. Tehát ebben benne van a tegnapi bableves, a PET palack, a nejlon, a fólia, a szatyor, mindenféle olyan anyagokkal festve és olyan anyagokkal szennyezve, ami normálisan a
reciklálást nem teszi lehetővé. Nehéz eljönni, hogy a háztartási hulladékból semmilyen olyan anyag nem kerülhet ki a feldolgozás után, de ennél valamennyi szaga, vagy ne jöjjön ki belőle valahogy, ez hogy lehetséges? Hát ez úgy lehetséges, hogy bedrazsírozódik, és bekenődik műanyaggal, és minden egyes oda nem illő alkatrész, az be van kívülről kenve, és olyan, mint egy kis palackba lenne bezárva. Rengeteg olyan anyag van, ami a gusztusosság határát súrolja, ezek mondjuk a pelenkák és a különböző ilyen tisztasági betétek. Ezek a betétek, ezek óriási mennyiségben készülnek az országban, és azért ezek valahol fellelhetők. Na most ezek belekerülnek ebbe az anyagba esetlegesen, kipróbáltuk, hogy belekerül, molekuláris szinten szét van maszatolva, tehát a műanyag és a, hogy hívja, a műanyagnak és ennek az anyagnak egy olyan keveréke keletkezik, amiről nem lehet a későbbiekben megállapítani, hogy ez az anyag mi volt annak idején. Molekulárisan szétmaszatolódik, bekenődik kívülről műanyaggal, és egy teljesen egységes anyagot eredményez. Az a szemét, ami egy laza szemét, azt össze lehet 1:20-hoz csukni. Ez a ház, ez cirka, megközelítőleg 10 tonna szemétből van. Az Európai Unióban műanyag hulladékból, hozzáteszem, hogy csak kizárólag műanyag hulladékból 1 millió kilotonna van, pluszban. Tehát a szeméthez ma Magyarországon hozzá tudunk pakolni, még ha hiányzik belőle kis műanyag, mert itt sarsban történik a feldolgozás, ami annyit jelent, hogy adagokban. Tehát az adagokban történő feldolgozásnál vizuálisan látjuk, hogy jó vagy jelleggel. De közben rájöttünk, hogy teljesen felesleges a gépet egy műhelybe betenni, és odahordani a szemetet, sokkal egyszerűbb a gépet vinni a szemét után. Ennek megfelelően egy multiliftes konténerbe épül bele a gép, ami annyit jelent, hogy a gép mindig megy az elfogyasztott szemét után. Egy normál pozdorja lemez, egy ilyen kalapáccsal megfognánk, és ekkorákat odavernénk neki, akkor annak ott lenne vége. És ez bírja, de nem ekkora kalapáccsal, hanem 10 kilós kalapáccsal, bármekkorát oda lehet verni, hihetetlen a mechanikai szilárdsága. Ebből az anyagból 1 négyzetméteres táblák készülnek a jelen helyzetben. Ennek a lebomlási ideje 400 év. Mindenhol kijönt valamilyen folyó, és emberek irdatlan helyzetbe kerülnek. Ez az anyag, ez 400 évig résfalként, tehát a gátnak a közepén ásnak végig egy ilyen keskeny lukat, és abba belerakosgatják ezeket a lemezeket összeszögelve. Ez 400 évig garantálja azt, hogy az űrge innen bemegy, és vissza kell forduljon, és arra kell kimenjen, mert most innen bemegy, és átfúrja az egészet, majd jön a víz, és a víz meg elviszi a gátat. Egyszerűen mondva. Mi eddig abban foglalkoztunk, hogy az anyagot kitaláljuk, hogy ezt hogy tudjuk összedolgozni, abból hogy tudjunk lapot csinálni. Ez ki van találva. Az, hogy mire tudjuk felhasználni az anyagot, az a következő kitaláció, és ennek az egyik részlete a túlélőház. Túlélőház viszonylatában akarunk gondolkozni. Ez a ház tulajdonképpen 4 kötéllel fölkapható lenne, akár egy helikopterrel, akár egy darúval el lehetne fuvarozni, és oda le lehetne tenni, ahol valami baj van. Értem ez alatt az árvizeket, az árvíznél a összedőlt házakat, és amellett az illető el tudna lakni ebbe a házba. Ez itt egy faültetésére használható láda, ami dupla falú, szögelve, csavarozva van, ennek megfelelően irdatlanul erős, targoncával fölkapható, fával együtt, és bárhova letehető, ahol szükség van a fának a jelenlétére. Ezek itt 3 aknás emésztők, amiből 3 cső áll ki, ami a kiszivatására, az emésztő kiszivatására szolgál. Ezekbe labdák vannak belehelyezve, hogyha az árvíz megérkezik, akkor ezek a labdák elzárják azokat a szívócsöveket, amik kiállnak,
ennek megfelelően nem tud az udvarra kijönni az emésztőnek a tartalma, ami abból a szempontból jelentős, hogy nem kell utána a telket fertőtleníteni. Ezek pedig vízóra aknák, amik a vízóra telepítésére hihetetlen egyszerűen alkalmasak, mert ki kell ásni a gödröt, bele kell tenni az aknát, ennek fedele van, le lehet mászni, el lehet zárni a csapot, tökéletesen megfelel ennek a célnak.